Az Agóra program a Váci Mihály kulturális központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán általános iskolát érintik. A projekt uniós, állami és önkormányzati forrásból valósul meg, a fő funkciók támogatása 100%-os. Az öt intézményben együttesen mintegy 7500 négyzetméter épületrészt korszerűsítenek, csak nem 5000 négyzetméternyi felújítás a rendezvény és a közönség teret érinti. Emellett irodákat kiszolgáló és gépészeti, illetve vendéglátó helyiségeket szintén átépítenek majd. Az összesen bruttó 1,9 milliárd forintot meghaladó kulturális agóra projekt megvalósításához a Nyíregyházi önkormányzat mintegy 86 os több mint 1,6 milliárd forint összegű Európa Uniós és nemzeti támogatásra számíthat. Az Agora projekt Nyíregyháza kiemelt projektje, a költségvetése közel 2 milliárd forintos, és a napokban jelent meg az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően a közbeszerzési értesítőben, többek között a kivitelezési munkálatokra vonatkozó ajánlati, nyílt ajánlati felhívás. A közbeszerzési felhívásra ajánlatot azt tehet, akinek a megelőző két lezárt üzleti évben együtt legalább másfél milliárd forint árbevétele volt építési munkákból. Az ajánlatételi határidő szeptember 12-e, a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő lesz a nyertes.